Ezzel meg lehet azt oldani. A jó idő és a tartósan meleg időjárás beköszöntével egyre többen kapcsolják be klímaberendezéseiket otthonaikban, autóikban és az irodákban. Azt azonban jó tudni, hogy mielőtt elkezdjük használni ezeket a készülékeket, érdemes elvégeztetni rajtuk a karbantartási munkálatokat. Mert az autók nagy többségében elhelyeznek klímákat, ami komfortosabbá teszik az utazást nyáron. A szakemberek azt javasolják, hogy a biztonságos használat miatt érdemes tavasz végén autószerelőhöz fordulni, hogy mielőbb elvégezhessék a szakszerű tisztítást. A legkorszerűbb és a legmodernebb az úgynevezett ózongenerátoros klímatisztítás. Ez teljesen környezetbarát. Van egy igazán elhasználódott vagy elhanyagolt klímaberendezéseknél egy úgynevezett vegyszeres habos tisztítás. A harmadik, ami talán a legelterjedtebb és a leggyorsabb, az úgynevezett biocid bombával, amikor egy kis sprét tulajdonképpen el kell indítani a jármű utasterében, és akkor itt a jármű szellőző rendszerén keresztül vegyszeresen ugyanígy kitisztítja. A berendezés nem rendeltetésszerű működését a dohos, kellemetlen szag, a télen párásodó szélvédőveg és a nem kielégítő hűtés jelzi a jármű vezetőjének. A lakások hűvösen tartásának érdekében is egyre többen szereltetnek fel klímaberendezéseket. Vásárláskor érdemes odafigyelni a készülék minőségére. Szuhánszki Csaba éppen azt mutatja, hogy a szennyeződések akár szabad szemmel is jól láthatóak. A lerakódott piszok pedig kedvez a baktériumok elszaporodásának. Új építésű házaknál elsődlegesen a telepített klímaberendezéseket, új gépek esetén lehet split klímákat beszerelni, nyaralókba mobil klímát ajánlunk. Az új klímaberendezések általában mind inverteres hajtásúak, és ezek sokkal energiahatékonyabbak, mint a régi készülékek. Bár a klímák kellemes hőmérsékletet biztosítanak a tikkasztó hőségben, alkalmazásukkor néhány alapszabályt ajánlott betartani. A szűrő helytelen használata miatt valamilyen bakteriális vagy vírusos fertőzést kaphatunk, a hidegérzet és a túlzott hideg miatt az ízületeinket támadja meg. Tehát allergiás tüneteket tud kihozni. Időseknél, különböző krónikus betegségeknél, meglévő egyéb panaszoknál a klíma tényleg lehet súlyosbító tényező, általában felső légúti és ízületi panaszokat tud okozni. A készülékeket érdemes úgy szabályozni, hogy azok maximum 6 Celsius fokkal kisebb hőfokot generáljanak, mint amit szabad levegőn érzékelhetünk.